Jó estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm mai alakuló ülésünkön megjelent képviselőtársaimat, akiknek egyúttal gratulálok a választáshoz. Köszöntöm Sárospatak járási hivatalának vezetőit, dr. Komárom Évát, nagy tisztelettel köszöntöm Sárospatak önkormányzatának jegyzőit, dr. Vitányi Esztert, köszöntöm a külsős bizottsági tagokat, köszöntöm a polgármesteri hivatal megjelent munkatársait, köszöntöm a nemzetiségi önkormányzatok megjelent képviselőit, köszöntöm intézményi vezetőinket, köszöntöm a megjelent történelmi egyházak képviselőit, és minden meghívott és a meghívást elfogadott kedves vendégünket. Engedjétek meg, hogy átadjam dr. Hörcsik Rihárd úrnak, az Zemplén országgyűlési képviselőjének az üdvözletét, aki parlamenti bizottsági meghallgatása miatt nem tud jelen lenni. Mindenkinek gratulációját küldi, és mindenkit köszönt Budapestről is. Tisztelettel kérem, álljunk föl, és közösen énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégeink, mielőtt hivatalosan is a napi rendi pontok elfogadására kerülne a sor, engedjétek meg, hogy köszönetet mondjak, nyugodtan mondhatom valamennyiünk nevében a választási bizottság tagjainak, akik idén három választáson keresztül segítették a munkánkat, és nyugodtan elmondhatom azt is, hogy mind a három választás zavartalanul bonyolult le. Ugyanezt a köszönetet szeretném kifejezni jegyzőasszony felé, és kérem, hogy tolmácsolja a hivatali apparátusnak is, hiszen nagyon nagy munkán vannak túl, mind a három választás alkalmával ez az előkészítő munka, ez hozhatta meg, hogy szintén ugyanazt tudom elmondani ezzel kapcsolatban, zöggenőmentesen megfelelő előkészítettséggel, kitűnő színvonalú munkával zajlott a három választás. Gratulálok még egyszer megválasztott képviselőtársaimnak, gratulálok a nemzetiségi önkormányzatok megválasztott képviselőinek, és gratulálok a külsős bizottsági tagoknak, akik külsős szakemberként, szakértőként fogják segíteni a képviselőtestületnek a munkáját. Köszönetemet fejezem ki a választáson induló valamennyi szervezetnek, hogy sikerült kulturált keretek között tartani a kampányt. És köszönetet mondok Sárospatak lakosainak, akik éltek állampolgári jogukkal, és október 12-én elmentek és részt vettek a választáson. Tisztelt képviselőtársaim, egy rövid műsort hallgassunk meg, mielőtt a napirendi pontok elfogadására kerülne sor. Karacs Mónika, Soltész Károlyné és Fedorcsák Katalin, a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárainak műsorát hallgassuk meg. Thank you.
szépen Köhler virágkeringője, amelyet Karacs Mónika, Soltész Károlyné és Fedorcsák Katalin tanárnők adtak elő, megfelelő alapot biztosít, hogy jó hangulatba folytassuk tovább az alakuló ülésünket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 100%-os jelenléttel határozott képesek vagyunk, tehát valamennyi megválasztott képviselőtársam a mai testületülésen jelen van. A meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására teszek javaslatot. A meghívóban 10 napirendi pontunk van, amelyek így hangoznak. Tájékoztató a 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztásáról. Előterjesztője Tóth Tamás igazgató lesz a helyi választási bizottság elnöke minőségében. Képviselőtestület eskütételére kerül sor, ezek után megtörténik majd az eskü okmányoknak és a megbízó leveleknek az átadása. Hadd mondjam el mindenki számára, hogy a megbízó levelek a törvényi előírásnak megfelelően október 18-áig mindenkinek átadásra kerülnek. Most az eskü okmányokkal együtt mindenki meg fogja kapni a megbízó leveleket még egyszer. Polgármester eskütételére kerül ezután sor, szintén Tóth Tamás a helyi választási bizottság elnöke előterjesztésében, aki az esküt veszi majd, mind a képviselőjelöltektől, mind a képviselőktől, mind pedig a polgármestertől. Következő napirendi pontunkban javaslat Sárospatakváros önkormányzat képviselőtestülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011-es önkormányzati rendelet módosításáról. Előterjesztője én vagyok megjelölve, de itt jegyzőasszonyt fogom kérni, hogy a SMS módosítására vonatkozó információkat hozza meg a képviselőtársaimmal. Alpolgármester megválasztására és eskütételére kerül sor, ezek után majd a 6-os számú napirendi pontunkban a polgármester illetményének, az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása kerül sor. Javaslatot hallunk majd a képviselőtestület bizottságai elnökének és tagjainak megválasztásáról, majd a 8-as számot viselő napirendi pont keretén belül a bizottságok nem képviselő tagjainak eskütételére kerül sor. Az esküvevő itt már reményeink szerint a polgármester lesz. Következő napirendi pontunk javaslat a települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 6/97-es számú rendelet módosítására, és egyéb ügyekben pedig egy tájékoztatót hallunk dr. Vitányi Eszter jegyzőasszonytól a helyi önkormányzati képviselőkre vonatkozó szabályokról. Tisztelettel kérdezem képviselőtársaimat, van-e a napirendi pontokkal kapcsolatban másnak módosító javaslata, kiegészíteni valója? Ilyet nem látok, szavazást kérek. Aki az általam elmondott napirendi pontokat elfogadja, kérem az igen gombot nyomja. Igen, köszönöm szépen, meg vagyunk. A jegyzőkönyv számára mondom, 11 igennel, 0 nem 0 tartózkodással a napirendi pontokat a képviselőtestület elfogadta. Következik az 1-es számot viselő napirendi pontunk, tájékoztatót hallunk a 2014. évi október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők megválasztásáról. Tisztelettel kérem Tóth Tamás helyi választási bizottság elnökét, fáradjon közelebb és a tájékoztatót tartsa meg. Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőasszony, képviselő urak, jegyzőasszony, kedves vendégeink! A helyi választási bizottság nevében nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, és kérem engedjék meg nekem, hogy a napirendi pontban is hallhattuk, hogy a 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról szóló tájékoztatómat megtartsam. A tájékoztató a következőket tartalmazza. 2014. október 12-én kerül sor a helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek és a nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek megválasztására. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi 50. törvény alapján 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum megszerzésére volt lehetőség a választás során. A Nemzeti Választási Bizottság 1128/2014. Számú határozatával Sárospatakon 3 nemzetiség vonatkozásában döntött
települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kiírásáról a német, a roma és a ruszin nemzetiségiek esetében. A nemzetiségi képviselők választása a korábbiakhoz hasonlóan a szavazás napjának kivételével teljesen elkülönült az általános választásoktól. A nemzetiségi képviselő jelöltekre csak azok szavazhattak, akik 2014. szeptember 26-án 16 óráig kérték a nemzetiséghez tartozás bejegyzését a központi névjegyzékben. A választások lebonyolítása új eljárási törvény, a választási eljárásról szóló 2013. évi 36. törvény alapján történt, mely több pontban is eltérést mutat a korábbi évek gyakorlatához képest. Az első fontosabb változás, hogy a törvény megszüntette az ajánló szelvényeket, az úgynevezett kopogtató cédulákat, és helyette az ajánló éven történő ajánlás rendszerét vezette be. Az ajánló évek igénylésére 2014. augusztus 25-ét megelőzően is sor kerülhetett, azonban átadásukra legkorábban csak ezen időponttól való lehetőség, mellyel kezdetét vette a jelöltállítás folyamata. A jelöltek bejelentésére legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16 óráig kerülhetett sor. A kompenzációs listák bejelentésére megállapított határidő 2014. szeptember 9-én 16 órakor járt le. A helyi választási bizottság a jelölt és lista bejelentés időszakában a bejelentések és a jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének tárgyában 4 alkalommal ülésezett, ahol 75 határozatot hozott és 56 jelöltet vett nyilvántartásba. Egy fő polgármester jelöltet, 39 fő egyéni képviselőjelöltet, ebből 7 fő független, 32 fő jelölőszervezet jelöltje, valamint 16 fő nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet, ebből 4 fő német, 5 fő roma, 7 fő ruszin nemzetiségi jelölt volt. 4 kompenzációs lista nyilvántartásába vétele történt meg, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Magyar Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció, Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete, valamint a Fidesz Magyar Polgári Párt és a Keresztény Demokrata Néppárt. A szavazólapok adattartalmának jóváhagyására a helyi választási bizottság 2014. szeptember 15-i ülésén került sor, mellyel lezárult a jelöltállítás folyamata. A jelöltállítással, nyilvántartásba vétellel kapcsolatban kifogás a helyi választási bizottsághoz nem érkezett. A szavazás napján a választási bizottság tagjai meglátogatták a működő szavazóköröket, tájékozottak a szavazatszámláló bizottság tagjaitól a szavazás menetéről. Összességében elmondhatjuk, hogy a szavazás mindenütt rendben folyt, jogszabálysértést nem tapasztaltunk. A szavazóköri eredmények feldolgozása után a helyi választási bizottság megállapította a polgármester választás, az egyéni választókerületi képviselőválasztás és a települési nemzetiségi önkormányzati képviselőválasztás eredményét. A választás hivatalos eredménye az alábbi. A névjegyzékbe vett választópolgárok száma 10.573 fő. Szavazóként megjelentek száma 3.486 fő, ezzel a részvételi arány 32,97% volt. A megválasztott polgármester Haros János, Fidesz-KDNP 2.806 érvényes szavazattal. Egyéni választókerületi képviselői mandátumot nyertek, első választókerület Hajdú Imre, Fidesz-KDNP 221. Második választókerület Egyed Attila, Fidesz-KDNP 255. Harmadik választókerület Haros János, Fidesz-KDNP 222. Negyedik választókerület Sikora Attila, Fidesz-KDNP 209. Ötödik választókerület Szvitankó Tamás, Fidesz-KDNP 226, 6. választókerület Zélci László, független jelölt 164, 7. választási kerület
Szabó András, Fidesz-KDNP 155, és 8. választási kerület, Olár József, Fidesz-KDNP 100 érvényes szavazattal. Kompenzációs listáról mandátumot szerzett Ormos Tas Zsolt, a Jobbik Magyarországért mozgalom képviselője, Hutkainé Novák Márta, a Magyar Szocialista Párt és a Demokratikus Koalíció tömörülés képviselője, és Saláta László Mihály, a Sáspatiki Lakápatrióták Egyesületének képviselője. Megválasztott nemzetiségi önkormányzati képviselők a következők. Német nemzetiség, Göncfalvi József, Stumpf Lászlóné, Stumpf Bálint. Roma nemzetiség, Budai Gyula Károly, Gulyás László, Kolcsiter Károly, Budai Károly. Ruszin nemzetiség, Diósi István László, Darmos Csaba és Kozsnyászki János. A helyi választási bizottság a választás előkészítése és lebonyolítása során 100 határozatot hozott. A választási eredménnyel kapcsolatban a helyi választási bizottsághoz fellebbezés nem érkezett. A megválasztott képviselők és a polgármester 2014. október 16-án és 17-én átvették a megbízó levelüket, a nemzetiségi önkormányzatok alakuló üléseire 2014. október 22-én holnap kerül sor. A kompenzációs listán megválasztott képviselők megbízó levelének átadása az alakuló ülést megelőzően történt meg. A választási bizottság köszönetét fejezi ki dr. Vitányi Eszter jegyzőasszonynak, a helyi választási iroda vezetőjének és valamennyi résztvevőnek, akik a választások előkészítésében és lebonyolításában áldozatkész munkájukkal hozzájárultak a választás sikeres és zavartalan lebonyolításához. Ugyancsak köszönetünket fejezzük ki a jelölteknek, a jelölő szervezeteknek a választási kampány idején tanúsított, visszafogott és korrekt magatartásukért. Én azt gondolom, hogy ez méltó Sáros-patak történelmi hagyományaihoz. Végül, de nem utolsó sorban, a bizottság gratulál a megválasztott polgármesternek, a képviselőknek, és munkájukhoz sok sikert, jó egészséget kívánunk, és egyben bízunk abban, hogy ez a munka, ez Sáros-patak város jövőjét fogja majd minél jobban bearanyozni. Ehhez kívánunk még egyszer sok sikert. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen elnök úrnak a tájékoztatóját. Van-e kérdés a tájékoztatóval kapcsolatban? Kérdést nem látok, hozzászólása van bárkinek? Hozzászólást sem látok. A képviselők eskütétele következik. Az esküt veszi Tóth Tamás, a helyi választási bizottság elnöke. Kérem, álljunk fel. Én Maros János. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályt megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat. Önkormányzati képviselői tisztségemből eredendő feladataimat. Sáros-patak fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Sáros-patak fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíts. Isten engem úgy segíts. Köszönöm szépen. És akkor most kérnék a tisztelt képviselő urakat, hogy fáradjanak majd ki ide, hogy szorítjuk őket, hogy átvegyék a megbízó levelet, illetve aláírják a eskü okmányát. Jó, és akkor szólítom Hajdú Imre képviselő urat.
Hegyed Attila képviselő úr. Aros János, képviselő úr. Sikora Attila, képviselő úr. Szitankó Tamás képviselő úr. Zérci László képviselő úr. Szabó András képviselő. Olá József Csaba képviselő. Ormostas Zsolt képviselő. Utkainé Novák Máta képviselő. És végül, de nem utolsó sorban, Saláta László Mihály képviselő. Köszönöm szépen. Elnök úrnak a polgármester eskütételére kerül sor. Esküvevő Tóth Tamás a helyi választási bizottság elnöke.
Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Sárospatak fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Sárospatak fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segélye. Isten engem úgy segélye. Még egyszer megköszönöm Tóth Tamás elnök úrnak és a Választási Bizottság valamennyi tagjának a munkáját, és az éven már nem ígérek több munkát, és remélem, hogy 5 év múlva újra a választáskor kell csak a bizottságnak összeülni. Köszönjük szépen a munkát! Köszönöm szépen! Tisztelt képviselőtársaim! Mielőtt a következő napirendi ponthoz ugranánk, engedjétek meg, hogy még egyszer megköszönjem valamennyi sárospataki lakosnak azt a bizalmat, amellyel a megkezdett fejlődés folytatására szavaztak. Az egész országban mindösszesen 3 olyan 10 000 fő feletti település volt, ahol lakosok úgy gondolták, hogy a korábbi városvezetőnek úgy adnak bizalmat, hogy egyedüli indulóként várhatja a választás napját. Óriási bizalom és óriási felelősség is. Az előttünk lévő ciklusban a képviselőtestület segítségével folytatni kívánom a megkezdett fejlesztéseket, van még mit tennünk. Ehhez már beadott pályázataink vannak, illetve megkezdtük az előkészítését a várható pályázatoknak is. Mindannyian tudjuk, hogy rengeteg feladat van. Folytatni kell az utak járdák felújítását, folytatni kell a kis- és középvállalkozások támogatását, folytatni kell a fürdőfejlesztést, folytatni kell a munkahelyek teremtését és városunk szebbé tételét is. Ahogy 4 évvel ezelőtt, most is partnerséget kínálok mindenkinek, aki a megkezdett fejlesztések útján kívánja tovább húzni a város szekerét. Továbbra is rossz hírem van viszont azoknak, akik saját érdekeiket kívánják a város érdekei elé helyezni, akik nem tudják az egymás mellett élés alapvető normáit betartani, akik nem sárospatakért, hanem sárospatakból kívánnak élni, és akik a közösségek szétrombolásának munkálkodnak újabb közösségek építése helyett. Kívánom valamennyiünknek, hogy eskünkhöz hűen mindannyian döntésünket szeretett városunk érdekében hozzuk meg. Én ehhez konstruktivitást, partnerséget, hatékony bizottsági munkát, átlátható, tiszta vezetői tevékenységet ígérek. Tisztelt képviselőtársaim, következik a 4-es számot viselő napirendi pont, javaslat Sárospatakváros önkormányzat képviselőtestülete és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2011 önkormányzati rendelet módosításáról. Tisztelettel felkérem dr. Vitányi Eszter jegyzőasszonyt, ismertesse a képviselőtestület tagjaival, miért is van szükség az SMS módosítására. Köszönöm a szót, polgármester úr, mivel először kapok szót a mai képviselőtestület ülésen. Én is szeretnék gratulálni minden képviselőnek, és kívánom, hogy olyan lendületesen, olykor-olykor tényleg elmondhatom, hogy jó hangulatban, mint ahogy eddig dolgoztunk, folytatódjon a munka. Én és a polgármesteri hivatal munkatársai nevében azt tudom ígérni, hogy mi ebben természetesen maximálisan mindent megteszünk, hogy ez így legyen, és kérem, hogy bárkinek bármilyen kérdése vagy észrevétele van bármikor, tehát a hét bármely napján, nem csak a képviselőtestületi üléseken, vagy éppen azt megelőzően, vagy bizottsági üléseken, akkor akár engem vagy a jegyző urat ezzel keressen meg, és természetesen megpróbáljuk megoldani, vagy válaszolni, vagy segíteni. Az SMS felülvizsgálatát hoztam ismételten,
hogy a régi képviselők már tudják, ez 2014-ben már megtörtént. Most azonban ugye a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 43. paragrafus 3. bekezdése kimondja, hogy a képviselőtestület az alakuló ülésén, vagy akár azt követően is felülvizsgálja a szervezeti és működési szabályzatát. Mi most itt az alakuló ülésen terjesztenénk rögtön a képviselőtestület elé a felülvizsgálatunkat. Ezt több változás is alátámasztja, mégpedig a választás napjával hatályba lépett jó néhány olyan rendelkezés, amelynek a változásait át kell, hogy vezessük a szervezeti és működési szabályzatunkon, valamint hogyha ezt már megtesszük, akkor mindig arra törekszünk, hogy minden olyan változást, amelyet esetlegesen folyamatában nem tettünk meg, azt most megtegyük. Benne foglaltatik például egy korábban elfogadott rendeletünk a helyi kitüntetések adományozásáról szóló önkormányzati rendeletnek az SMS-ben történő átvezetése, hiszen új díjakat állapított meg a képviselőtestület. Ezeknek a díjaknak a javaslatára vonatkozóan ugye a bizottságoknak a feladata, hogy javaslatot tegyenek, így tehát az Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint a Humán Bizottságnak a feladatai változtak. Ennek az átvezetése történik meg tovább, illetve ugye sokszor beszéltünk már 2014-ben arról, hogy a szakfeladat, mint megjelölést, a kormányzati funkció megjelölés váltja fel. Hát most az SMS-ben még egy olyan rendelkezés volt, amely még szakfeladatot említ, így hát ennek az átvezetése megtörténik. Benne foglaltatik még egy új részt, amelyik a képviselők javadalmazásáról, költségtérítéséről szól. Ezt az előterjesztéstől eltérően én ezt már is módosítani szeretném, hiszen az előterjesztésben a 36-os paragrafus második bekezdésének a módosításáról rendelkeztünk, azonban időközben további felülvizsgálattal ez egy hármas bekezdéssel is kibővülne, amely úgy hangzik, hogy az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről, valamint az önkormányzati képviselőre vonatkozó kötelezettségek megszegése esetén követendő eljárásról a helyi önkormányzati képviselők és bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíjáról, juttatásáról és költségtérítéséről szóló önkormányzati rendelet rendelkezik. Mindennek a módosításnak az az apropója, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény olyan rendelkezést tartalmaz, amelyben előírja, hogy az önkormányzat saját rendeletében szabályozza ezeket a szabályokat, amelyet az SMS-be is bele kell foglalni. Mi utalást, tehát rugalmas hivatkozással tennénk meg mindezt, és a képviselőtestület további ülésén pedig ennek a rendeletnek az elfogadására kerülne sor. Aktualitás még, hogy az előterjesztés a pénzügyi bizottság vonatkozásában megtartaná a tagok számánál a hétfőt, azonban az Egészségügyi Szociális Bizottság és a Humán Bizottság esetében pedig a korábbi tagok létszámára vonatkozóan emelést tartalmaz, mégpedig, hogy a tagok száma ezen két bizottság esetében is hétfőre emelkednének. Azt hiszem, hogy lényegében a módosítást és a felülvizsgálatot összefoglaltam. Természetesen, hogyha kérdés vagy észrevétel lesz, akkor arra válaszolok. Köszönöm. Köszönöm szépen jegyzőasszonynak a rendelet módosításáról tartott tájékoztatóját. Képviselőtársaimat kérdezem, van-e kérdés a nem rendelet módosítással kapcsolatban? Kérdés nem látok. Észrevétel van-e? Észrevételt sem látok. Szavazás következik. Aki elfogadja az előterjesztés alapján a rendelet módosítását, a jegyzőasszony által elmondott kiegészítésekkel, kérem az igen gombot nyomja. Tizenegy igen, nulla nem, nulla tartózkodással a képviselőtestület egyhangulag elfogadta a rendelet módosítást. Köszönjük szépen az előterjesztést.
Tisztelt képviselőtársaim, következik az alpolgármester megválasztása eskütétele című napirendi pontunk. Mint mindenki számára ismeretes, a képviselőtestület tagjai közül a polgármester javaslatára a képviselőtestület, tehát saját tagjai közül egy alpolgármestert választ. Lehetőség lenne egy külsős alpolgármester megválasztására is, ezzel az előző ciklus elején éltünk, ám későbbiekben ezt visszavontuk, és ha jól emlékszem, akkor ki is vettük az SMS-ünkből. Tehát egy alpolgármester megválasztására teszek javaslatot, itt is lehetne főállású alpolgármester és lehet társadalmi alpolgármester, én ez utóbbira fogok javaslatot tenni, ugyanúgy, mint az előző ciklusban volt. Nagy meglepetést nem fog okozni a név, hiszen továbbra is Sikor Attila alpolgármester úrral kívánok együtt dolgozni. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e más javaslat? Amennyiben nincs, akkor megyünk tovább, hiszen az alpolgármester megválasztásához, amely titkos szavazással történik, egy szavazatszámláló bizottságot kell létrehoznunk. A szavazatszámláló bizottság, mondhatnám örökös elnökének, mert az előző ciklusban is Saláta László képviselő látta el, javaslom Saláta Lászlót, a bizottság tagjainak javaslom Ormos Tast és javaslom Szabó Andrást. Van-e más javaslat? Kérdezem, a jelöltek elfogadják-e a jelölést? Saláta képviselő úr. Igen, de bejelentem az érintettségemet. Köszönöm szépen. Ormos Tas. Köszönöm. Szabó András. Köszönöm, tehát mindhárman elfogadták és bejelentették az érintettségüket értelemszerűen. Aki egyetért a szavazatszámláló bizottság általam elmondott tagjainak megválasztásával, kérem az igen gombot nyomja. Tíz igen, nulla nem, nulla tartózkodással is valaki nem szavazott. Az érintettség nem azt jelenti, hogy nem. Szavazhat, tehát bejelenti a személyes érintettséget és élhet a szavazati nem jogával. Kíván Szabó képviselő jönni a szavazati jogával? Új szavazást kérünk. Igen. Köszönöm szépen, kérek egy új szavazást. Most már majdnem elhagytam ki. Tizenegy igen, nulla nem, nulla tartózkodással megválasztottuk a szavazatszámláló bizottságot. Jegyzőasszony és munkatársai aljegyző segítségével előkészítettük a szavazatszámláló bizottság helyére számára a helyet. Köszönjük szépen hivatalvezető asszonynak, hogy rendelkezésre bocsátotta, úgyhogy szünetet fogok elrendelni. Titkos szavazás történik, mindenki hivatalvezető asszony szobájában kitöltheti a lepecsételt és előkészített szavazólapot. Egyetlen egy név van rajta, akit az előbb előterjesztettem, Sikora Attila személyében. Majd a aláírt, illetve megjelölt szavazólapot szintén ott az irodában található másik szobában, egy urnába, ahol a szavazatszámláló bizottság tagjai tartózkodnak, lehet elhelyezni. A szünet után, amikor a szavazatszámláló bizottság meghozta az eredményét, akkor újra megnyitom a képviselőtestület ülést, és meghallgatjuk a szavazatszámláló bizottság elnökének a tájékoztatóját az urnában található lapokkal kapcsolatban. Szünet. Folytatjuk tehát tovább képviselőtestület ülésünket. Tisztelettel kérem Saláta László képviselő urat, hogy jöjjön közelebb és ismertesse a választási szavazatszámláló bizottságnak az eredményét. Kedves vendégeink, tisztelt képviselőtestület! A szavazás lezajlott, bizottságunk jelen volt a szavazáson. Megállapítottuk, hogy a névjegyzékbe felvett képviselők száma 11 fő volt. Szavazóként megjelent ugyancsak 11 fő, az urnában lévő szavazólapok száma ugyancsak 11 fő. És ami meglepetés, hogy eltérés a szavazóként megjelentek számától nincs, tehát nulla. Érvénytelen szavazat nem volt, így tehát az érvényes szavazatok száma 11. Sikora Attilára, a jelöltre, alpolgármester jelöltre 11 szavazat érkezett. Ezzel összefüggésben megalapítható, hogy a város megválasztott alpolgármestere Sikora Attila. Gratulálunk Attilának. Köszönöm szépen a szavazatszámláló bizottság munkáját, és köszönöm szépen az egyhangú szavazást. Ez előremutató, és bízom benne, hogy minden egyes fontosabb kérdésben ugyanezt a konszenzust, ezt majd tudjuk tartani a döntéseink során. Következő napirendi pontunk alpolgármester megválasztása és eskütétele. Köszönöm.
Én, Sikora Attila. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez. És annak alaptörvényéhez. Hű leszek. Hű leszek. Jogszabályait megtartom. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartatom. És másokkal is megtartatom. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. A Sárospatak fejlődésének előremozdítása érdekében. Sárospatak fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet. Tisztségemet. A magyar nemzet javára gyakorlom. A magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem bűncselekedjen. Gratulálok alpolgármester úrnak. És mielőtt az eskü okmányt aláíratom alpolgármester úrral, egy mulasztásomat pótlom, természetesen egy megerősítő szavazást kérek a képviselőtestülettől. Aki támogatja a szavazatszámláló bizottság javaslata alapján Sikora Attila alpolgármester úr megválasztását, kérem az igen gombot. Tíz igen, nulla nem egy tartózkodással, gondolom alpolgármester úr volt az, tehát így most már a képviselőtestület is jóvá hagyta a szavazatszámláló bizottság eredményét. Eskőokmány aláírására kérem alpolgármester urat. Következő napirendi pontunk a polgármester illetményének, az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása. Fölkérem jegyzőasszonyt, hogy a jogszabályi módosulások miatt ismertesse velünk a törvényi előírásokat. Köszönöm a szót. Valóban már 2014-ben oly sokszor említettem, főleg a választások kapcsán, hogy teljesen új jogszabályi környezetben dolgozunk, és teljesen új jogszabályok vonatkoznak az eljárásra. Most pont a választás napjával szintén módosulások voltak, így a helyi önkormányzat, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény is változott, mely magában foglalja a polgármester illetményére vonatkozó szabályokat. A korábbiakban lehetősége volt a képviselőtestületnek arra, hogy túlig határ között állapítsa meg azt az összeget, amely a későbbiekben a polgármester illetményét jelenti. Most a már sokszor emlegetett jogszabály azonban egészen konkrétan települések létszámára odafigyelve megállapítja azt az összeget, amelyet immáron a képviselőtestület majd szavazatával úgy is mondhatnám, hogy megerősít. A polgármester vonatkozásában Sárospatak településen, tehát a 10.001 és 30.000 fő lakosság számú település esetében úgy rendelkezik a jogszabály, hogy a polgármesternek az illetménye a helyettes államtitkár meghatározott illetményének 70%-a lehet. Ez az összeg egészen pontosan 523.510 forint. Tehát nem tudjuk már azt a lehetőséget biztosítani, hogy ehhez képest valamiféle elmozdulást tegyen a képviselőtestület. Arra van lehetőség, hogy ezt az összeget úgymond megerősítve elfogadja, állapítsa meg, amely majd későbbiekben a kinevezésben is átvezetésre kerül. Köszönöm. Köszönöm szépen én is. A jogszabályok lehetőséget adnának költségtérítés megszabására. Ennek a mértékét is kérem, jegyzőasszonyt, hogy ismertesse. Erre vonatkozóan nem készült előterjesztés, azonban a költségtérítésnek a szabályait szintén a jogszabály tartalmazza, ahol azt mondja, hogy igazolt költségek elszámolása a későbbiekben, amint kialakul egy álláspont arra vonatkozóan, hogy ez milyen összeg legyen, akkor annak meghatározására van a továbbiakban is, tehát adott esetben egy másik testületi ülésre. Na, ez csak azért provokáltam, mert természetesen fix költségtérítésre nem tartok igény, csak az igazolt költségek elszámolása ugyanúgy, ahogy volt ez 4 évvel ezelőtt is. Kérdezem a képviselőtársaimat, van egy kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban?
és utána térünk majd rá az alpolgármester úr esetében. Kérdés nincs, észrevétel nincs. Határozati javaslat tartozik hozzá. Sárospatakváros önkormányzat képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189 törvény 71 paragrafus szerint Aross János polgármester illetményét a 2014. október 12-től 523.510 forint, azaz 523.510 forintban állapítja meg. Aki ezzel egyetért, kérem az igen gombot nyomja. Egyhangú 11 igen, 0 nem 0 tartózkodásra. Köszönöm szépen. Következik az alpolgármester tiszteletdíjának a megállapítása, hiszen ebben az esetben, ahogy mondtam, társadalmi beosztásról van szó. Ebben az esetben hasonló előírások vannak, de itt van egy tollig határ, hiszen a 10.000 és 30.000 fő lakosú települések polgármesterére vonatkozó rendelet szerint a társadalmi polgármester tiszteletdíja 261.755 forintra esne, és ennek a 70 vagy maximum 90%-a állapítható meg. Nyilván a legkisebbre teszek javaslatot, tehát ennek az összegnek a 70%-a 183.228 forint. Kérdezem, van-e kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Sikora Attila, a polgármester úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én csak annyira szeretném kérni jegyzőasszonyt, nem tudom, van-e arra lehetőség, hogy a korábbi ciklushoz hasonló összeggel folytatnám a munkát, tehát ezt az összeget, hogyha lehetne, akkor ezt szavazzuk meg. Amely ebben az esetben azt jelenti, hogy nem 183.228 forint, hanem az előző 4 évhez hasonlóan 160.000 forint bruttóban állapítjuk meg. Van erre lehetőség? Van lehetőség, tehát a jogszabály természetesen erre is tartalmaz rendelkezést. A részben vagy egészben történő lemondásra azt a szabályt hozza, hogy ezt írásban kell, hogy benyújtsuk. Készül. Köszönjük szépen. Köszönjük. Köszönjük, tehát van rá lehetőség. Képviselőtársaimat kérdezem, van-e észrevétel kérdés a naprendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor szavazás következik. Sárospatakváros önkormányzat képviselőtestület a Magyarország helyi önkormányzatáról szóló törvény bekezdése alapján 160.000 forint bruttó alpolgármester tiszteletdíjat 2014. október 21-től, tehát 160.000 forint bruttó összegben állapítja meg. Aki ezzel egyetért, kérem az igen gombot nyomja. Személyes érintettséget bejelentetted, ugye? Igen. 10 igen, 0 nem 0 tartózkodása, hiszen Sikora alpolgármester úr bejelentette személyes érintettségét. Köszönöm szépen. Következik javaslat a képviselőtestület bizottságai elnökének és tagjainak megválasztásáról. Ahogy jegyzőasszony az SMS módosításánál már tett rá utalást, a korábbi struktúrának megfelelően három bizottság létrehozására teszek javaslatot. A pénzügyi és gazdasági bizottság, az egészségügyi és szociális bizottság, illetve a humán bizottság létrehozására teszek javaslatot. Ami a korábbi ciklustól eltérő, korábban a pénzügyi és gazdasági bizottság 7 fővel működött, a másik két bizottság pedig 5-5 fővel működött. Most a hatékonyabb munka érdekében, hogy tudjuk rendszeresen biztosítani a határozat képességet, illetve hogy a civil szférát jobban bevonjuk, mind a három bizottság esetében 4 belsős és 3 külsős, tehát összesen 7 tagú bizottság létrehozására teszek javaslatot. Kezdeném a pénzügyi és gazdasági bizottsággal. A bizottság elnökének javaslom a korábbiakhoz megfelelően Hajdú Imre képviselő urat, tagjainak Egyed Attila képviselő urat, Hutkainé Novák Márta képviselőasszonyt, Ormos Tas képviselő urat, külsős tagoknak pedig javaslom Stumpf Lászlónét, Vámosi Ilonát és Halász Pétert, szintén a korábbi ciklusnak megfelelően részt vettek a bizottság munkájában. Elmondom a többi bizottságot, aztán egyenként visszatérünk majd rá. Egészségügyi és szociális bizottság létrehozásában elnöknek javaslom korábbiaknak megfelelően Olá József képviselő urat, tagoknak Szabó András képviselő urat, Egyed Attila képviselő urat, Szvitankó Tamás képviselő urat. Külsős tagok a korábbi gyakorlatnak megfelelően dr. Cserkuti Sándor doktor úr, Pap Imréné és Rusznák István.
A Humán Bizottság tagjaira teszek javaslatot, elnöknek Szvitankó Tamás képviselő úr, tagoknak Zérci László képviselő úr, Saláta László képviselő úr, Hajdú Imre képviselő úr, külsős tagok Kraj Csaba, Tarnavölgyi László és Koleszár Krisztián. Természetesen biztos figyeltétek, hogy vannak olyan képviselőtársaink, akik két bizottságban vesznek részt. Ez nem azt jelenti, hogy két fizetést fognak fölvenni, ők egy tiszteletdíjért két bizottság munkáját látják el. Kérdezem a képviselőtársaimat, van-e észrevétel, kérdés, más javaslat? Utkainé Novák Márta képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Érdeklődöm, hogy egyeztetete valakivel, vagy az ön előterjesztése személyesen a bizottságok és tagjai. Ezt azért mondom el, mert partnerséget ajánlott. Korábban a gyakorlat az volt igaz, hogy nem írott törvény, hogy egyeztetések folytak a bizottságról, hogy szélesebb körből merítsenek. Én nem vitatom egyik bizottsági tag alkalmasságát sem, de lehet, hogy lehetett volna újabb embereket is még alkalmasakat javasolni. Köszönöm szépen a figyelmet. Van-e konkrét javaslat a képviselőasszonynak? Van. Tessék megtenni akkor. A Kulturális Bizottságba javasolnám Csetneki Józsefet. Kulturális Bizottságra nem tettem előterjesztést, csak azért mondom. Én az egész bizottságra, bocsánat, tettem észrevételt. Kulturális Bizottság létrehozására nem tettem javaslatot. Értem. Név szerint nem így, igen. Tehát? Én Csetneki Józsefet javaslom. Melyik bizottságban? A Humán Bizottságban. Köszönöm szépen. Humán Bizottságban, igen. Van-e más észrevétel, javaslat? Más nem látok. Szavazás fog következni. Először arra kérnék egy megerősítést, hogy a struktúrát, tehát a három bizottságot elfogadja a képviselőtestület. Nulla tartózkodással, tehát azt eldöntöttük, hogy három bizottsággal működünk tovább. Mindhárom bizottságban 7 tagra teszek javaslatot, aki ezzel egyetért, kérem igen gombot nyomjon. Nulla tartózkodással, tehát 3 darab 7 tagú bizottságunk fog működni. Mivel más módosító javaslat nem érkezett, ezért képviselőasszonynak a javaslatára teszek most előterjesztést. Aki úgy gondolja, hogy a Humán Bizottságban már nem hallottuk, hogy kinek a helyére javasolja képviselőasszony, Csetneki Józsefet javasolja fölvenni, kérem az igen gombot nyomja. Egy igen, 9 nem, egy tartózkodással elvetettük képviselőasszony merész javaslatát. Több észrevétel nem érkezett, tehát akkor egyenként kell a bizottsági tagokat megszavaztatnom, nézek közben segítségért jegyzőasszonyhoz. Aki a pénzügyi és gazdasági bizottság elnökének Hajdú Imre elnök urat, képviselő urat el tudja fogadni, kérem az igen gombot nyomja. Szvitankó képviselő úr. 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás és 1 nem szavazat. A pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke, tehát Hajdú Imre képviselő úr. Pénzügyi és gazdasági bizottság tagjainak Egyed Attila képviselő urat, aki elfogadja, kérem az igen gombot nyomja. Két tartózkodással. Aki Hutkainé Novák Mártát, Márta képviselőasszonyt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjává választja, kérem az igen gombot nyomja. Hét igen, egy nem, 3 tartózkodás. Aki Ormos Tas képviselő urat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság tagjává választja, kérem nyomja az igen gombot. Kilenc igen, egy nem, egy tartózkodással elfogadta a képviselőtestület. Külsős taggá, aki Stumpf Lászlóné javaslatommal egyetért, kérem az igen gombot nyomja.
11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadtuk. Vámosi Ilonával, aki egyetért, kérem az igen gombot nyomja. És aki Halász Péterrel egyetért, kérem az igen gombot nyomja. 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással. Következik az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjainak a megválasztása. Olá Józsefet javaslom a bizottság elnökének, aki egyetért vele, kérem az igen gombot nyomja. 7 igen, 0 nem, 3 tartózkodás. Aki Szabó András Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjával egyetért, kérem az igen gombot nyomja. 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. Aki Egyed Attila Egészségügyi és Szociális Bizottság tagságával egyetért, kérem az igen gombot nyomja. 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. Aki Szvitankó Tamás képviselő úr Egészségügyi és Szociális Bizottság tagságával egyetért, kérem az igen gombot nyomja. 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. Köszönöm szépen. Külsős tagoknak javasoltam dr. Cserkuti Sándort, aki egyetért dr. úr részvételével az Egészségügyi Bizottságba, kérem az igen gombot nyomja. 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. Valakinek ki van kapcsolva a gépe, vagy tudatosan nem szavazott? Kiment, bocsánat, igen. Pap Imréné, aki egyetért vele, hogy az Egészségügyi Szociális Bizottság tagja legyen, kérem az igen gombot nyomja. 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás, és aki Rusznák Istvánnal egyetért, hogy az Egészségügyi Szociális Bizottság tagja legyen, kérem az igen gombot nyomja. 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással, tehát az Egészségügyi Szociális Bizottság tagjait is megválasztottuk. Következik a Humán Bizottság, akinek elnökévé javaslom Szvitankó Tamás képviselő urat, aki egyetért a javaslatommal, igen gombot nyomjon. 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodással Szvitankó Tamás lett a Humán Bizottság elnöke ismét. Aki Zérci László Humán Bizottság tagságával egyetért, kérem az igen gombot nyomja. 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. Aki Saláta László képviselő úr Humán Bizottság tagságával egyetért, kérem az igen gombot nyomja. 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. Aki Hajdú Imre Humán Bizottságban való tagságával egyetért, kérem az igen gombot nyomja. 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodás. Aki külső tagként úgy gondolja, hogy Kraj Csaba segítse a Humán Bizottság munkáját, kérem az igen gombot nyomja. 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodás. Aki Tarnavölgyi László Humán Bizottság tagságával egyetért külső tagként, kérem az igen gombot nyomja. 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodás, és aki Koleszár Krisztián Humán Bizottság tagságával egyetért, kérem az igen gombot nyomja. 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással mindhárom bizottság tagjainak gratulálok, és nagyon sok munkát ígérek nekik, hiszen ahogy az előző ciklus végén a beszámolómban elmondtam,
Szinte minden második, harmadik héten üléseztek a bizottságok, és rekordszámú határozatot, illetve rendeletet hoztak. A képviselőtestület elé igazán nagy segítség volt az ő munkájuk, így a kibővített bizottságokkal biztos vagyok benne, hogy ugyanolyan hatékonyan és gördülékenyen és előkészítetten fog majd tudni működni a képviselőtestület. Természetesen valamennyi szavazásnál az érintettségét az adott képviselőtársam, aki részt vett a szavazásban, előre bejelentette, ennek ellenére magában a szavazásban részt vehetett. Köszönöm szépen. Következik bizottság nem képviselő tagjainak eskütétele. Tisztelettel kérek mindenkit, álljunk föl, és kérem, hogy a nem képviselő tagok jöjjenek ide zászló elé. Kérem jegyzőasszonyt, hogy az esküszövegét mellékeljenek. Lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Bizottsági tag tisztségemből eredő feladataimat, a Sárospatak fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. És Istenem segítségem. Gratulálok a bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztásához, eredményes munkát kívánok mindenkinek. Koleszár Krisztián. Dr. Cserkuti Sándor. Területen készült tollam is, saját tollam. Kraj Csaba. Tarna Völgyi László. Nem fogadtad el a cégét, hogy a tisztítottam. Nem van egy emlélet.
Lelki Simon. Tisztelt képviselőtestület! Javaslat következik a települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 6/1997-es számú rendelet módosítására, bár előterjesztőnek én vagyok megjelölve. Tisztelettel kérem jegyzőasszonyt, mondja el a változásokat. Köszönöm a szót. Igen, a napirendi pontok között még a polgármester úr által említett jogszabály szerepel, azonban miután a meghívó megküldése került a képviselő testület tagjai részére, utána készült egy rendelettervezet, és ez a rendelettervezet már nem módosítása a korábbinak, hanem arra való tekintettel, hogy nagyon nagy mértékű lett volna a változás és a módosítás a korábbi rendelethez, így arra gondoltunk, és az volt talán a leglogikusabb, hogy egy teljesen új rendelet készüljön el, áttekinthetőbb talán azáltal, hogy nem kell folyamatosan tényleg az egységes szerkezetről vagy arról gondoskodni, hogy a módosítások hatályon kívül helyezése megtörtént, vagy sem, ez volt a legkézenfekvőbb. Egyetlen egy módosítást szeretnék a képviselőtestület tagjai által megküldött anyaghoz előterjeszteni, mégpedig azt, hogy a 2. paragrafusban részletezzük, ugye 1, 2, 3 és 4 bekezdése volt az előterjesztésben szereplő paragrafusnak, és egy 5. bekezdésre szeretnék javaslatot tenni, mégpedig, hogy a képviselőtestület az önkormányzati képviselőknek és a bizottság nem képviselő tagjának természetbeni juttatást nem állapít meg. Ez az előterjesztésből kimarad, de a korábbiakban is ez a gyakorlat volt, tehát a természetbeni juttatásra vonatkozóan hasonló rendelkezés élt, illetve a legjobb tudomásom szerint nem történt ilyen természetbeni juttatás megállapítása. Én egyebekben nem kívánom kiegészíteni az előterjesztést, természetesen amennyiben kérdés észrevétel van, akkor azt várom. Köszönöm szépen, ami leginkább érdekli valószínűleg az Emplén TV nézőit és a pataki lakosokat, az a 2. számot viselő paragrafus, mely szerint az önkormányzati képviselőt képviselői munkájáért havi 80.000 forint tiszteletdíj illeti meg, amennyiben az önkormányzat képviselő bizottság vagy bizottságok tagjai, erre utaltam az előbb, hogy akár egy, akár két bizottságnak a tagja csak ugyanazt az összeget kaphatja, az a előbb egyes bekezdésben meghatározottak helyett havi 115.000 forint tiszteletdíjat kap. Ugye az első variáció nincs, hiszen valamennyi képviselőtársam tagja bizottságnak, akár egynek, akár kettőnek, tehát mindenkinek 115.000 forint lesz a tiszteletdíja. Amennyiben az önkormányzat képviselő bizottság elnöke, vagy bizottság elnöke és bizottság tagja, 140.000 forint tiszteletdíj illeti meg. Tehát a bizottság elnököknek 140.000 forint, a bizottság tagoknak pedig 115.000 forint lesz a tiszteletdíja. Külsős bizottság tagoknak 35.000 forint tiszteletdíjat javaslok. És ahogy jegyzőasszony elmondta, valamikor nagyon régen korábban volt ilyen, hogy fürdőbélet, még nem tudom mi volt még, tehát semmilyen plusz juttatást ez a rendelet nem engedélyez a képviselőknek. Kérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdés a rendelettel kapcsolatban? Nincs, aki az új rendeletben foglaltakat elfogadja, hiszen itt, ahogy jegyzőasszony elmondta, egy új rendeletről van szó, kérem az igen gombot nyomja. Igen, 0 tartózkodással elfogadtuk a települési képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló rendeletünket. Egyéb ügyek következik, egyéb ügyek között a napirendi pontban egyetlen egy tájékoztatót jelöltem meg, ez pedig a helyi önkormányzati képviselőkre vonatkozó szabályokról szól, és az előterjesztője dr. Vitányi Eszter jegyzőasszony. Hát néhány újdonsággal készültem. Az első tényleg számomra is ilyen nagyon érdekes volt, ugyanis az eskütételt követő, tehát a mai naptól számított 3 hónapon belül a
Az önkormányzati képviselő, tehát mind a 11 főre vonatkozóan mondom, köteles részt venni a kormányhivatal által szervezett képzésen. A kormányhivatal már megkereste a polgármesteri hivatalt, hogy a Sárospataki járás területéhez tartozó települések vonatkozásában, ha jól emlékszem, akkor 96 főt érintene a képzés, hogy akkor tarthatják-e nálunk Sárospatakon. Mi természetesen igent mondtunk, és vélhetően ez a művelődésháza és könyvtára pódium termében lesz majd. Már látom a szemekben a csillogást, hogy mikor következik a képzés. Az pontos időpontjára még nem tudok információval szolgálni, mint hogy a tananyagra sem, tehát a képzés anyagára vonatkozóan sem kaptunk még semmilyen anyagot. Hát természetesen ez időben eljuttatásra kerül majd a képviselőkhöz, és részt vehetnek a képzésekben. Szintén új, hogy kötelességként említi a jogszabály azt, hogy az önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal. Mégpedig évente a választópolgárok számára legalább egy alkalommal egy tájékoztatót kell tartania, arra vonatkozóan, hogy képviselőként ő milyen tevékenységet végzett. Ezt már az SMS-be is belefoglaltuk, de a lakossági fórum résznél található egyébként az erre vonatkozó utalás. Új intézmény a méltatlanság. Itt idéznék a törvény szövegéből, az MÖTV, tehát már sokszor emlegetett törvény 38 paragrafus egybekezdése azt mondja, hogy méltatlanság miatt a képviselőtestület határozatával megszünteti annak az önkormányzati képviselőnek a megbízatását, akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek. Valamint akinek az állammal, önkormányzattal szemben a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés készhez vételétől számított 60 napon belül részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek megfelelően nem rendezi. Továbbá, akinek a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezései alapján a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a bíróság jogerősen megállapította a felelősségét, és a bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettségét nem teljesítette. Továbbá, aki a vele szemben megindított bírósági eljárást lezáró jogerős bírósági döntés végrehajtását akadályozza, vagy azt neki felróható módon elmulasztja. Aki a 33. paragrafusban szabályozott összeférhetetlenségi okot nem hozza a képviselőtestület tudomására. Ezen paragrafuson belül van az a rendelkezés is, hogy az önkormányzati képviselő megválasztásától számított 30 napon belül, tehát nem az eskütétel, hanem a megválasztásától számított 30 napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvételére irányuló kéreme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselőtestületnél igazolni az adatbázisba való felvételének a megtörténtét. Amennyiben az állami adóhatóság az adatbázisba történő felvételt követően megállapítja, hogy az önkormányzati képviselő az adatbázisba történő felvétel feltételeinek nem felel meg, az adatbázisból törli, amelyről írásban értesíti a képviselőtestületet és a kormányhivatal is. Röviden a lényeges változások azok szerintem így összefoglalhatóak. Még egy, mert már most beszéltünk a személyes érintettségnek a bejelentéséről. Szabályozza az SMS is. Szankcionáljuk, hogyha ez nem történik meg. Minden esetben be kell jelenteni a személyes érintettséget, nem jelenti azt, hogy akkor nem szavazhat a képviselő, szavazhat. A kizárását
ami azt jelenti, hogy bejelenti a személyes érintettségét is, valamelyik tagja a képviselőtestületnek úgy ítéli meg, hogy kizárásra lenne ok, tehát hogy ne vehessen részt a szavazásba, akkor ez természetesen kezdeményezheti a testületnél, és a testület aztán döntésével adott esetben ennek helyt is adhat, és így marad ki ez az adott képviselő a szavazásból. Jó, de kérek mindenkit a továbbiakban is, hogy a személyes érintettséget ezt mindig jelentsék be. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm a tájékoztatót. Van-e kérdés a tájékoztatóval, az elhangzottakkal kapcsolatban? Saláta képviselő. Igen, van. Tisztelt képviselőtestület. Adott a kérdés, 8 körzet van, 8 körzetben nyertek a képviselők. A listán bekerült képviselőknek beszámolási kötelezettsége, mert akkor az egész városnak kellene beszámolni. Ez hogyan fog működni a gyakorlatban? Saját egyesülete felé van, aki listáról bejutott. Hát a választópolgárok számára úgy is. Ott is megtaláljuk, tehát adott esetben mondjuk egy tájékoztató honlapon, vagy a helyi újságban is ezáltal eljut mindenkihez, vagy ha úgy megszervezi, akkor mondjuk abban az egyéni választókerületben, ahol egyébként az egyéni választókerületi mandátumért indul. Szerintem, véleményem szerint ezt megteheti, de akkor ezt meg fogjuk beszélni, jó, 3 képviselő vonatkozásában, hogy ez hogy legyen. Persze, ez, szerintem az nem jó, hogy abban a körzetben, ahol lakik, hiszen őt az egyesület juttatta be listáról, vagy éppen a párt juttatta be listáról, neki tartozik beszámolási kötelezettséggel, és ezt lehet nyilvánosságra hozni. Nem csak a párt juttatta be, kaphatok szót? Amennyiben kérsz, akkor igen. Utkai Novák Márta képviselő asszony. Nem csak a párt jutatta be, hanem abba a csapatba induló képviselő szavazatok. Tehát minden választókerületben volt szavazat arra az adott képviselőre. Nehéz ezt megtalálni, hogy milyen módon. Biztos többféle dolgot lehet elkövetni azért, hogy ezt a tájékoztatást megtegye. Én úgy gondolom, hogy ezt át kell gondolni, meg kell beszélnünk, és lehetőséget kell adni. Mert nem a pártra szavaztak, hanem arra az emberre, amiből összeadódott a lista. Az én álláspontom teljesen más ezzel kapcsolatban. Utkai Novák Márta képviselő azt mondja, az MSZP-DK listájáról jutott be, tehát szerintem az MSZP-DK szervezetnek tartozik beszámolással. Hajdú Imre képviselő úr. Mondom el, hogy képviselőnő legyen szíves, hogy mi gátolja meg abban, hogy hetente akár lakossági fórumot tartson bárhol a városban. Köszönöm. Még maradt a hozzászólás gombod, Márti. Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy ezt a vitát most lezárhatjuk. Egyrészt, mert nincs több hozzászólás, másrészt pedig ez egy teljesen új jogszabály, úgyhogy ez azt, hogy ennek alaposan utána fog nézni, és mindenkit, egyéni választott képviselőt és listáról bejutott képviselőt is tájékoztat. Szerintem személyesen is álltok rendelkezésre. Egyebek között több hozzászólás nincs, amennyiben van még kiegészíteni való jegyzőasszonynak, akkor megadom a szót. Köszönöm a szót. Egyetlen egy mondat lenne, tényleg a vagyonnyilatkozattételi eljárás mindenki számára, tehát a vagyonnyilatkozatok formanyomtatványait eljuttattuk, és itt kérem és felhívom a figyelmét a képviselőknek, hogy itt szintén a megválasztástól számított 30 nap van. Jó, tehát a vagyonnyilatkozat tétele, úgyhogy ezt viszonylag rövid határidőn belül várjuk vissza kitöltve. Köszönöm. Tájékoztatóról lévén szó szavazást nem rendelek el, viszont kihasználva a lehetőséget mindenkit tisztelettel hívok holnap délután 14:30 a református temetőben a koszorúzás az október 23-ai megemlékezéssel kapcsolatban, illetve azt követően a 23-ai műsorra, megemlékező műsorra az iskola kertben 15 órától, rossz idő esetén a művelődésháza pódium termében, ahol a 8-kor színház fog föllépni, az ünnepi, megemlékező beszédet pedig dr. Kelemen Judit dékán asszony mondja. Hétvégén sem leszünk programok nélkül, mert reméljük, hogy az időjárás engedi megrendezni szombaton a vadászlovaglást, és ennek a záró estéjén pedig a hagyományos vadászlovaglás a Lovas Egyesületnek a báljával zárjuk ezt a hétvégét. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételét. Még mielőtt elbúcsúznék, természetesen megkérdezem, hogy egyebek között, annak ellenére, hogy nem jelezték, képviselőtársaim, kíván-e valaki hozzászólni? Amennyiben nem, akkor megköszönöm mindenkinek a részvételt, kedves vendégeinknek, hogy eljöttek az ünnepi alakulóülésre, részt vettek rajta, megtiszteltek minket jelenlétükkel, az Emplén Televízió nézőinek pedig nyugodalmas jó éjszakát kívánok.